Szalagavatóztak a szentannaisok, már tervezik a fák telepítését, Karcagváros kultúrájáért díj, családi adó visszatérítés. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. február 16-án 18 óra 5 perckor. A Dériné Kulturális Központban tartotta szalagavató ünnepségét a Szent Anai Sámuel Református Gimnázium végzős osztálya. A 87 diáknak az osztályfőnökök tűzték fel a szalagot. Valamiben hinni annyit jelent, mint gondolatban felépíteni vagy megteremteni, aztán kitartani a gondolat mellett, és kételyek nélküli teljes belső bizonyossággal tudni, hogy a kívánt eredményt előbb-utóbb elérjük. Hiszek abban, hogy élni érdemes. A világ több, mint minden emberi. Hiszek a világban. Hiszek a csodában, egy emberi világban, ahol a vagyon nem érték, nincs közöny, sem irítség, ahol a szeretet ajándék. Én hiszek a harcban, az ész harcában a vakerők ellen, melyek a világ vak erői, vagy az én lelkem csüngedései és indulatai. Hiszek a művészetben, mely kinyitja elénk a világot, mely kiröpít a pontból és a pillanatból. Hiszek a lélekben, mely szereti a világot, annyira szereti, hogy újra csinálja, annyira szereti, hogy meg sem elégszik vele. Ha érdemes a világ, érdemes szeretni is, érdemes másolni, érdemes a fantáziának folytatni is. Hiszek az alkotásban, mely a lélek nyelve. Hiszek a munkában, hiszek a szeretetben, hiszek a csodában, egy boldogabb világban, ahol bízhatunk egymásban. Hiszek az álmaimban, hogy minden éjszaka megálmodom azt, ami van, volt és lehet. Hiszek abban, hogy bármi is történjen életünk során, álmainkat követve lépésenként egyre közelebb kerülünk azok megvalósításához. Hiszek a békében, hiszek a harmóniában, melyre vágy a lélek. Szépségben, melyet kiáltoz az anyag. Szeretetben, melyet repednek a népek. Hiszek a nehézben, hogy nem lehetetlen. Ha nem hinnék benne, magam tenném lehetetlenné. Oly bűn, melyre nincs feloldozás, csak a hit teheti lehetségessé. Ember vagyok, s hiszek az emberben. Legnagyobb cél pedig itt a földi létben, ember lenni mindig minden körülményben. Az irodalmi műsor után 4 táncot láthattak a 12-es osztályoktól. Volt, ahol az osztályfőnök is a színpadon táncolt, a jelenlévő szülők, nagyszülők, pedagógusok előtt. Az önkormányzat tulajdonában közel 90 hektár erdő van. Ennek a gondozása is feladata a városgondnokságnak, tudtuk meg Molnár Pál igazgatótól. A városnak van egy középtávú erdőgazdálkodási terve, ezt kell a városgondnokságnak végrehajtani. Az elmúlt években az erdőfelújítási, erdőtelepítési munkálataink befejeződtek, most jobbára tisztítási munkálatok vannak. Van egy középtávú erdőgazdálkodási terve az önkormányzatnak, ezt az erdőgazdálkodási tervet kell a városgondnokságnak végrehajtani. Az elmúlt években a erdőfelújítási, erdőtelepítési munkálataink befejeződtek, most jobbára tisztítási, ritkítási munkálatok vannak. Az elmúlt évben ezt is sikerült befejezni, a kitermelt fa mennyisége a csemetekertben most történik pontosan a számbavételre, összepakolják a kollégáink, és akkor tudjuk meg pontosan, hogy mennyit tudtunk kitermelni, valamint a gajnak az elszállítása és hasznosítása is folyamatban van. Az elmúlt időszak ültetvényei állapota nagyon jó. Az erdőfelügyelőség is jóvá hagyta a telepítéseket, alkalmasnak minősítette. Új erdő területként alkalmasnak minősítette. Természetesen a további években is vannak munkálatok, mert ezeket az erdő részeket folyamatosan ápolni kell, ahhoz, hogy a későbbiekben megfelelő erdő szelvények alakuljanak ki. Bár még éveleje van, de már tervezik a főtérre, közterekre a fatelepítést.
egy részét már le is kötötték. Természetesen, mert ezt a múlt év végén elkezdtük tervezni, ugyanis bizonyos fa féléket, fajtákat le kell kötni már előző évben, a szaporítás érdekében, hogy megfelelő mennyiségben tudjanak szaporítani, de természetesen a Csemete kertben is rendelkezésre áll nagyon sok fa fajta, amelyet ki tudunk a közterületre ültetni, és biztatnám a város lakosságát is, hogy gondolkozzanak a tavaszi fatelepítésekben, mert ebben tudunk segíteni. A korábbi évekhez képest mára a falopásokat sikerült visszaszorítani. Nagyon kedvező tendenciák tapasztalhatók, részben azért, mert a mezőrséggel, közösen és a városgondosság alkalmazottjaival közösen az erdő, önkormányzati erdőket nagyon jól meg tudjuk őrizni, de ez nem csak önmagában eredmény, hanem az is eredmény, vagy annak is betudható ez az eredmény, hogy az embereknek a pénzügyi, gazdasági helyzete nagyon-nagyon sokat javult, nagyon sokan dolgoznak a versenyszférában, komoly bérekkel rendelkeznek, és meg tudják tenni azt, hogy megvásárolják a tüzelőt. Nem számolhatok be nagyobb falopásokról, néhány alkalmi eset volt, akik tényleg nagyon rászorulók voltak, annak erre nyilván bűncselekménynek számít ez, hogyha eltulajdonítja másnak a erdejéből a fát, elviszi, de az elmúlt évekhez képest, hogyha 4-5 évre visszamegy, ahhoz képest töredékére csökkent a falopások száma. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselő testülete a Karcagváros kultúrájáért díjat a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő-oktató munka elismeréseként adományozta Porné Tasi Ildikó, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium pedagógusa részére. 2006-tól a Gábor Áron gimnázium, 2009. augusztusától a Karcagi Nagykun Református Gimnázium tanára. 1989-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudomány Egyetemen szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomát. Nekem nagyon meghatározó matematika tanáraim voltak. Végig nagyon nagy szerencsém volt már alsó tagozatban, a felsőben és a gimnáziumban is. Azt gondolom, hogy nagyon karakán, nagyon jó tanáraim voltak, nagyon jó egyéniségek, nagyon jó pedagógiai érzékkel rendelkeztek, és nagyon megszerettették velem a matematikát. Most a diákját kérdezném, ő mit mondaná, hogy ő milyen pedagógus? Remélem, hogy hasonló jókat mondaná el róla, bízom benne. Én azt gondolom, hogy ha az ember előtt van egy minta, akkor az bizony a későbbiekben követi, és azt gondolom, hogy hasonló karakterű ember lettem én is. Legalábbis nagyon-nagyon bízom benne, hogy így gondolják a diákjaim is. Tehetségek azért mindig kikerülnek az önkeze közül is. Nehéz felismerni egy matematikai zsenit? Nem, az elég hamar megnyilvánul, és lehet, hogy ez most furcsa lesz, hogy nem is igazán velük nagy dolog elérni eredményt, hanem azokkal, akik esetleg az elején nem úgy állnak a matematikához, és azt elérni, hogy megszeressék a matematikát, és hogy jöjjenek velem együtt, és versenyezzenek, és akkor nagyon jó dolog látni azt, ahogy fejlődnek, és ahogy eredményeket érnek el, ugyanúgy, mint azok, akik tényleg úgy Isten adta tehetséggel megáldottak. És ez az igazán nagy dolog szerintem, amikor meg tudja szerettetni az ember azt a matematikát, amiről ez a vélemény általában a hétköznapokban. Munkáját kiváló szakmai felkészültség jellemzi. Tevékenységének köszönhetően az iskolában megerősödött a matematika-fizika tantárgyak oktatása. Tanítványai érettségi eredményei rendre messze felülmúlják az országos átlagot. A tehetség gondozás területén is kiemelkedő eredményekkel rendelkezik. Diákjai a református, megyei és országos, valamint nemzetközi versenyeken, diákkonferenciákon kiválóan szerepelnek. Nem pedagógus családból származom. Én azt gondolom, hogy a véletlen kavart erre a pályára. Tehát fogalmam nincs, hogy mi lett volna, hogyha nem ilyenek a pedagógusaim. Amúgy sokáig vegyészmérnöknek készültem, és ugye a fizikát választottam még a matematika mellé, tehát igazából mindig reál beállítottságú voltam, és valahogy szerencsém volt, hogy a reál tanáraim ennyire jók voltak, nem beszélve arról, hogy fantasztikus magyar tanáraim is voltak. Kiemelkedő felkészítő tanári tevékenységét a Budapesti Műszaki Egyetem dicséretében ismerte el. Munkája sokszínűségét mutatja, hogy munkaközösség vezetőként az iskolai élet szervezésében is aktívan részt vesz. Nagyon megható volt a számomra, nagyon kedvesek voltak azok a szavak, amik elhangzottak a díjátadón. Nagyon nagy elismerésnek éreztem azt, amit így elmondott rólam, gondolom, hogy az iskolavezetés által összeírt kis szövegben a konferencié, tényleg nagyon-nagyon megható volt az átadó.
Határozottságával, következetességével, segítőkészségével kivívta diákjai, a szülők és kollégái elismerését is. A magyar gazdasági növekedés már az egyik leggyorsabb Európában, ami lehetővé teszi, hogy a kormány visszafizesse a befizetett személyi jövedelemadót. Ellentétben a baloldallal mi a családok támogatásában hiszünk, és nem akarunk újabb terheket tenni a vállukra, ahogy azt ők a 2009-es gazdasági világválságkor tették. Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, miniszteri biztos. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió minden nézőjét. Magyarország kormánya számos intézkedést vezetett be több területen. Beszéljünk most a család és adó visszatérítésről, kedvezményekről, amely hasonló, mint a 13. havi nyugdíj visszavezetése, hiszen gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kedvezmény. Mit lehet tudni róla, kik jogosultak rá, mekkora összegről van szó, mikor várható, és mire használható fel? Először onnan kezdeném, hogy Magyarország és egész Európa nagy kihívás előtt áll, hiszen a demográfiai helyzet Nyugat-Európától kezdve Közép-Európáig nagyon rossz. Nyugat-európaiak azt a választ adták, hogy minél több migránst kell beengedni, tehát ha nem születnek gyermekek, akkor ezt külföldiekkel, Ázsiából, Észak-Afrikából pótolják. A magyar kormány pedig azt a döntést hozta, hogy mi nem szeretnénk, ha migránsok telepednének be, nem szeretnénk feltölteni Magyarországot egy új lakossággal. A magyar kormány azt szeretné, hogyha minden család gyermeket tudna vállalni, és annyi gyermeket, amennyit vállalni szeretne. Ehhez hozzá kell járulni az államnak is. Az állam lehetőségeihez képest hozzájárul a családok támogatásával, hiszen a családi adókedvezmény, a csok, a gépkocsi vásárlási kedvezmény mindegy olyan dolog, ami hozzájárul ahhoz, hogy a családoknak könnyebb legyen. És a tavalyi év, és még a tavaly előtti is egy nagyon nehéz év volt, hiszen a Covid-járvány megviselte a családokat, hiszen az online oktatástól kezdve a munkahelyek elvesztése mind nagy terhet rótt a gyermeket nevelő családokra, és jó teljesít a magyar gazdaság, így meg tudta a kormány azt a döntést hozni, amit tavaly évelején hozott, ha 5,5% felett lesz a gazdasági növekedés, és szerencsére bőven 5,5% felett vagyunk már, majdnem 7%, akkor teljes mértékben a gyermeket nevelő családok visszakapják a személyi jövedelem adó befizetésüket. Tehát nem segélyt kapnak, nem jutalmat, hanem visszakapják azt az adóbefizetést, amivel ők megdolgoztak, de adóztak. Ez körülbelül 2 millió embert érint, és 600 milliárd forint összeget ebben a hónap február közepéig meg fogja minden család kapni. Én azt gondolom, hogy mindenképpen fontos az, hogy erősítsük meg a gyermeket nevelő családokat, hiszen ezek jelentik a jövőt egész Magyarországon. Képviselő úr, köszönöm. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!